Hát eléggé drága itt már minden, nem csak a kenyér. 4 év alatt majdnem háromszorosára drágult a kenyér Magyarországon. A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2020-ban átlagosan 333 forintba került 1 kiló, idén már 875 forint az átlagár. Elég szomorú. Nem felfele kéne neki menni, hanem lefele. A magas energiaárak, a szakmunkásokat megillető garantált bérminimum decemberi emelése, a kiskereskedelmi különadó, az ugyancsak emelkedő üzemanyagárak, valamint az orosz-ukrán háború miatt hamarosan 1000 forint is lesz egy kiló kenyér. A magyarországi kenyérár ezzel meghaladja az uniós átlagot. Tavaly márciusban már átlépte a lélektaninak számító 1000 forintot a hazai kenyérára. Szomorú helyzet. Hát igen, a búza meg nem tud teremni, mert nincs eső. Az Agrárgazdasági Intézet működteti az úgynevezett piaci árinformációs rendszert. Az itt közzétett adatok alapján az alapanyagok ára jelentősen csökkent. Az étkezési búza áfa és szállítási költség nélküli termelői ára 65,7 ezer forint tonnánként, 28%-kal kevesebb az egy évvel korábbihoz képest. A takarmány búzái 61,7 ezer forint tonnánként, ami 29%-os csökkenés a tavalyi adatokhoz viszonyítva.